Sziasztok, Petya vagyok a Kultontól. A Whiplash kapcsán fogunk Gyenge Lajossal beszélgetni, hogy milyen ez a film dobos szemmel. Gyenge Lajos 12 formációból is ismerhetitek, és nagyon idevágó maga az ő élettörténete, hiszen több jazz formációban is szerepel, és ő is járt a Zene Akadémia jazz tanszékére. Hát először azt leszögezném, hogy a realitásokhoz nincs túl sok köze a filmnek, dobos szempontból. Az is rögtön szembeütlő, hogy a főszereplő srác az nincs túl sok köze a jazz doboláshoz. Egyébként a filmben lévő elhangzó dobolásokat vagy zenei betéteket azokat mások játszották föl, tehát nyilvánvalóan nem a színészek. Ez több helyen látszik is, amikor a kép nincs együtt a hanggal. Mindazonáltal azt gondolom, hogy mint színészi alakítás tökéletesek nyújt a srác, mint dobos, az megkérdőjelezhető a szakmai tudása. Kételem vagyok beállni a bírálók sorába. Valóban azt gondolom, hogy irreális, ami történik a filmben, már ami pedagógiai szempontból és szakmai szempontból történik. Én azt gondolom, hogy ez lehetetlen egy ilyen szituáció, egy ilyen helyzet, hogy mondjuk ilyen pedagógia hozzáállással tanítson egy tanár bármilyen diákot. Főleg ha számba vesszük azt, hogy végül is ez egy művészeti iskola, ugye, ahol gyakorlatilag igazából a pedagógusoknak a legnagyobb feladata az lenne, hogy az egyes zenészek kreativitását, zenei személyiségét, zenei egyéniségét formálják, vagy próbálják meg a maximumot kihozni. Én azt gondolom, hogy ez a módszer, ez biztos, hogy nem célra vezető, amit a filmben láttunk. Hanem én azt gondolom, hogy eleve a jazz műfaja, a jazz zenélésnek az egyik alapfeltétele, vagy gyakorlatilag a célja, hogy egy olyan zenei szabadságot és egy olyan szabad önkifejezést éri el, amit azt gondolom, hogy ilyen görcsös módszerekkel biztos, hogy nem tudsz előhozni. Tehát a jazzzenélésnek az alapja a szabad gondolkodás, a szabad szellem, a szabad érzelemnyilvánítás. A jazzen arról szól, hogy az éppen pillanatnyi érzelmeidet viszed át a hangszerbe, improvizálsz. Én azt gondolom, hogy ez egy amit a filmben láttunk, az mondjuk sport szempontból lehet, hogy elfogadható, de zenei szempontból nem. Nekem azért is furcsa egy kicsit a filmen, az én életemben az én tanárom, az pont ellenkező irányban közelített a dolgokat nevesíthetjük, a tanárom Nestor Iván volt. És azt kell, hogy mondanom, hogy óriási szerencsém, hogy hozzá kerültem, mert egy olyan zenész és pedagógust ismerhettem meg benne, aki tényleg egy fantasztikus ember. Én nagyon sokat köszönhetek neki. Ő például pont az ellenkező irányból közelített a dolgokat, tehát nem a technikai dolgokat erősítette, hanem inkább az egyéniség részét próbálta építeni a diákoknak. Mondok csak egy példát, erre nagyon emlékszem, hogy egyszer előfordult az, hogy elég rossz kedvem volt, rossz hangulatom, összejöttek a dolgok, és úgy mentem be hozzá dobórára, hogy tényleg nagyon magam alatt voltam. Az Iván ezt azonnal levette, egy szót sem szólt, leült, de két dobfelszerelés volt a teremben egymással szemben, leült az egyik dobfelszerelés, ez dobolt egyet, majd karba tette a kezét, és várta, hogy én is doboljak. Én visszadoboltam neki, ő megint válaszolt az én dobolásomra, én megint vissza, és ez ment 45 percig, és utána fölálltam, és mintha egy pszichológusnál jártam volna, kijöttem a teremből, úgyhogy gyakorlatilag kidoboltam magamból az összes bosszúságomat. Főleg egy big band esetében szerintem mindenképpen nagyon fontos egy ilyen vezető egyéniség, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból nem volt eltúlozva a film, tehát valóban egy ilyen ekkora zenekarnál, ahol 10-20-30 ember ül, ott muszáj egy viszonylag fegyelmezett munkamorát megkövetelni, és hogy legyen egy olyan vezető, aki azért viszonylag erős kézzel össze tudja fogni ezt az egész dolgot. Persze, ez szerintem nem volt annyira tűzés. Hát azt gondolom, hogy minden zenész életében vannak olyan periódusok vagy korszakok, amikor egy kicsit siet, vagy egy kicsit késik. Szerintem ez mindenkinek előfordult.
Én inkább sietős voltam, ha lehet mondani, de hát nyilván a cél az az, hogy minél pontosabb legyél. Bár mondjuk én azt gondolom, hogy a jazz műfaj az megenged némi, van némi mozgástér ebben, tehát lehet egy picit a zenei környezethez alkalmazkodva gyorsulni vagy lassulni, ezt szerintem mondjuk a jazzbe belefér, popzenében már nem annyira. Nem volt ilyen az életemben, hogy rivalizálni kellett volna valakivel egy bizonyos posztért. Nem, ez egy kis ország, és ezáltal egy viszonylag kicsi és zárt szakma, és azt gondolom, hogy mindenki ismer mindenkit nagyjából. Tehát az, hogy valakit elhívnak valahova, azt nyilván nem véletlenül teszik. Megvan az oka, hogy miért arra az emberre gondoltak, akit az adott munkára elhívják, tehát ez mindig is így működött szerintem. A karavánt igen, hát a karaván az egy szerintem mindenki által ismert és játszott jazz standard. Hát lehetni lehet, biztos, hogy lehet, mint ahogy kapálni is lehet feltört kézzel, csak kurvára fáj. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy erős túlzás volt a filmben, hogy sebes és vérző kézzel még ő gyakorolt. Hát én azt gondolom, hogy épp elmélyű ember ilyenkor azért leáll egy fél órára és megpróbálja a sebeit valahogy ellátni, vagy legalább az, hogy kicsit begyújuljon, de... Ez is azon erős túlzások közé tartozott a filmben, ami dramatizálta a filmet, amit egyébként meg értek, mert nyilvánvalóan egy laikus számára abban semmi érdekes nincs, hogy bemutatják, hogy egy emberke gyakorol, vagy egy zenekari gyakorlat. Ha ez nincs dramatizálva, vagy és eltulozva, akkor ez nyilvánvalóan nem érdekes. És akkor pergőt se lehet beverni? Hát a pergőbeverés, én azt gondolom, hogy nem. Tehát ököllel beverni egy pergőbőrt, az Supermannek kell lenni. Én eleve úgy szoktam hangolni a dobot, vagy úgy szoktam bőrözni, amikor felrakok egy új bőrt a pergőre, akkor én ráállok és ugrálok rajta, hogy egy kicsit megnyúljon a bőr. Tehát egyébként ezt te is kipróbálhatod, hogyha gondolod, hogy tegyél le a földre egy pergődobot, állj rá és nyugodtan ugrálj rajta, nem fog beszakadni. Tehát azt gondolom, hogy ököllel beverni egy pergőbőrt, az szinte lehetetlen. Hogy például az érdekes, hogy a főszereplősrácnak az arcán egyetlen jelenetben sem lehetett örömet látni. Márpedig én azt gondolom, hogy a zenélés, és főleg a jazzzenélés az arról szól, hogy örömet okoz magadnak és másoknak. Érdekes módon a srácnak az arcán nem láttam ezt a fajta felszabadult örömet soha a zenélés közben. Mindig valami görcsös erőltetett, kemény dolog jut ki az arcára. Ezzel kapcsolatban egyébként még csak egy fontos dolgot szeretnék mondani.